Üdvözlöm Önöket a Deep Stage ben én Rehelker Andrea vagyok, és nagyon köszönöm mindenkinek a támogatást, az, hogy meghallgatnak, hogy kommentelnek, megosztják a videókat, ugyanúgy továbbra is fel lehet iratkozni a csatornára, és a kis harangom megnyomásával pedig akár értesítéseket is kaphatnak, a szerencsések azért szoktak, előfordul, hogy tényleg szól a YouTube valakinek, hogy van új feltett tartalom, de hát nyilván reménykedünk, szóval nyugodtan iratkozzanak fel, nekem ez csak jó, és hát ha ki tudok törni ebből a jelenleg enyhén lekorlátozott állapotból. Ugye nem problémázunk ezen, mert annyira hozzá vagyok már szokva, de ez nem akadályozza meg, hogy tovább folytassuk a munkát, hanem csak még inkább feltűzel, hogy azért se fogok bemenni ez a le a cenzúra alá, hanem igenis szabad gondolatokat akarunk itt gerjeszteni, és ki akarunk mondani dolgokat, amit egyébként nem szeretnének nagyon hallani. És hát most is egy olyan téma következik, ami szerintem nagyon-nagyon keveset szerepel a médiában, és ugye pontosan azért, mert mindig, amikor van egy botrány, akkor kiderül, hogy a prominens média vezetők is pontosan ugyanúgy benne vannak, mint ahogy a vezető politikusok, vagy mondjuk állami magasrangú tisztviselők, és így tovább. Tehát ugye a gyerekmolesztálásról, meg az emberkereskedelemről beszélek. És hát ugye látszik, hogy ez egy olyan probléma, ami nagyon-nagyon hosszú ideje folyamatosan fennáll, és ez a úgymond nyugati jólét, tehát a civilizált élet és a rengeteg pénz, meg a nagy, magas beosztások, a, gondat, a gondtalanság, az mind magával hozza a szexuális perverziókat, és ugye hát kérdés, hogy kinek mi van, aki a kisfiúkat kezdi el hajtani, van, aki a kislányokat, de hát valami deviancia azért a legtöbb esetben mindig előkerül, és most pont a bulvár sajtó beszél erről, vagy legalábbis ott jelent meg egy anyag, és érdemes a bulvárt is figyelni, mert nagyon sokszor olyan dolgokat is közzétesznek, ami már nem fér be a főáramú médiába, és ugye mivel rá lehet mondani, hogy ja, hát ez csak a bulvár, ez biztos nem igaz, hanem szenzációhajhászás folyik, ezért ugye könnyű lesöpörni az asztalról, de azért érdemes néha odafigyelni, mert hogy vannak dolgok, ami eléri az inger küszöbét az embereknek, vagy mondjuk már tele van a pohár, és akkor egyetlen egy csepp az már túlcsordítja az egészet, és akkor az emberek elkezdenek beszélni ezekről az ügyekről. És ha legalább beszélünk róla, akkor hát ha van bármi változás, vagy lehet bármi változás ebben. Ugye arról beszélek, hogy egy Telford nevű kis angliai városban elkezdtek tüntetni az emberek, és ugye a Tori képviselő azt követeli, hogy legyen kivizsgálva az egész ügy. Ugye három fiatalkorú lány halt meg most nemrég, és egyértelműen látszik, hogy emberkereskedelemben szexuális molesztálásnak lettek az áldozatai, illetve drog túladagolásnak, és most úgy tűnik, hogy ez elérte azt, a, azt az inger küszöböt, ami egyébként nagyon hosszú ideig nem zavarta, vagy nem annyira a közvéleményt, hogy erről nagyon sokat beszéljen. És most az utcára mentek az emberek, és hát ezt. Meg lehet látni, amikor elkezdenek kiderülni a tények, hogy ki mit csinál. Hogy itt például a szociális munkások, akik a lecsúszott családoknak, vagy a problémákkal küzdő egyedülálló szülőknek akarnak segíteni, ezek ugye tíz éve tudják, hogy a városban, meg ott a környéken bűnbandák tevékenykednek, akiknek a legfőbb tevékenysége az az, hogy fiatalkorú lányokat gyűjtenek be, és ki tudja, hova eladják őket. Elkezdik őket magukhoz édesgetni, és aztán utána a megfelelő pillanatban elrabolják őket, hogy eladják ide-oda a moda. És hát beszéltem annak idején a Szabadság hangja című filmről is, ami most már hála Istennek Magyarországra is megérkezett, és vannak olyan nagy moziláncok, ahol már meg lehet nézni, tehát szerintem érdemes megkeresni az önökhöz legközelebbi mozit, és nézzék meg, mert annak ellenére, hogy ez is egy olyan kvázi hollywoodi film, bár Angel Studios a produkciónak a gazdája, de azért mégiscsak egy kicsit emészthetőbb formában tálalja azt az egész szituációt, ami az emberkereskedelem körül zajlik, és hát ugye a főszereplő, legalábbis az, akiről szól a film, az egy szabadságharcos ebben a küzdelemben, és nagyon jó lenne, hogyha tényleg nagyon sokan támogatnák az ügyét, mert egyszerűen olyan túlerővel kell, hogy szembenézzen. Tehát ez egy nagyon jó biznisz, a fiatalkorúakat, meg a kislányokat, a nagyon fiatalnak látszó lányokat külföldre eladni, tehát begyűjteni és külföldre eladni. Hogy egyszerűen szörnyűséges dolog belegondolni, hogy ilyen 10-12 éves lánykákat drogoznak be, és aztán elrabolják és elszállítják őket ki tudja hova. Na mindegy, szóval abból azt kezdtem elmondani, hogy Nyugat-Európa és Észak-Amerika az egy korlátlan felvövő piac. Tehát nem csak úgymond a ázsiai irányba, meg a közel-keletre adják el ezeket a kislányokat, sőt, lehet, hogy azt kell, mondjam, hogy oda még inkább kevésbé, mint amennyire Nyugat-Európa és Észak-Amerika felveszi ezeket az elrabolt gyerekeket, mert hogyha nem lenne ekkora kereslet, akkor ez nem lenne ilyen jó üzlet. És hát látszik ebből is, hogy amikor valahol jó lét van, és úgymond gondtalanság van, mert valljuk be őszintén, lehet, hogy mi úgy éljük meg az életünket, hogy mennyit küzdünk meg, milyen nehéz, de azért hasonlítsuk össze egy olyan országgal, mondjuk csak Albániával például, vagy egy, egy volt szovjet tagállammal, mondjuk Kirgizisztánnal ahol egyszerűen nem lehet így ilyen jó jólétet, ilyen nyugalomban megvalósítani, vagy borzasztóan nehéz. Tehát nem akarok Afrikával példálózni, mert már attól is dögfáradtak vagyunk annak ellenére, hogy igaz, hogy ugye ott ilyen tapasztott sárkunyhókban az emberek már annak is örülnek, hogyha esik az eső, mert akkor nem pusztul ki az a néhány sor kukorica, amiből lehetne, hogy legyen saját termésük. Tehát az egész egyébként nem itt jellemző, hanem ezek azok az országok, ahol ugye nincsen jólét, meg általános elégedetlenség van, ahonnét fel tudják, össze tudják szedni ezeket a gyerekeket. És ez egy újdonság, hogy Nagy-Britanniában ugyanilyen probléma van, mert arról már hallottunk rengeteget, hogy mondjuk Magyarországon, Ukrajnában, Romániában azért rengeteg fiatal lányt kicsábítanak külföldre, tehát ha az ember mi is beszélgettünk róla, elmész Hollandiába, Megnézi az ember ezt a piros lámpás negyedet, azok a nők, akik ott ülnek a kirakadban, azok nem hollandok, az mind kelet-európai, vagy mondjuk ázsiai, bár inkább a kelet-európai jellemző. És ezek ugye sokszor azért is lehet, hogy megtörténnek, mert olyan élethelyzetben vannak ezek a gyerekek, hogy egyáltalán, tehát az a fiatal ember, aki megpróbálja őket beédesgetni ebbe az egészbe, az vonzó, vagy mondjuk szeretetet ad, vagy pénzt kapnak tőle, vagy van olyan is, amikor a szülők adják el a gyereket, sajnos, ugye, azért, hogy, hogy egy öt percre jobb legyen a helyzetük, vagy mondjuk be tudjon vásárolni, tehát olyan hihetetlen nyomor van, amiről mi, akik így a YouTube-on beszélgetünk dolgokról, fogalmunk nincsen. Tehát nagyon sokan olyan mély, élnek, szegénységben élnek, lehet, hogy még ez is egy kiútnak tud látszani, de ugye, hogyha visszatérünk Nagy-Britanniához, akkor egyáltalán nem ez a jellemző, vagy legalábbis nem ez az, ami így megjelenik a szemünk előtt Anglia, ugyanúgy hát tőlünk is nagyon sok mindenki akar Angliában dolgozni, mert hogy ott van a Kánaán, és hogy mennyi pénzt lehet keresni. És hát az a kis álmos angliai kisvárosokban meg úgy tűnik, hogy ezrével Tűnnek el a kislányok. Tehát erről a Telfordi ügyről, ami most egyre inkább dagad, az derült ki, hogy 1980 óta legalább ezer olyan esetről tudtak a szociális munkások, akiket elvittek. Ezek ilyen pakisztáni bevándorlók, alapvetően ezek a bűnbandák. Ugye Nagy-Britanniában nem azok a népcsoportok jellemzőek, mint itt, tehát nem a, az úgynevezett szíriai, akik egyébként bárki, aki el tudta dobni az igazolványait tehát úgymond nem a közelkeletiek a jellemzőek, hanem inkább indiai, meg pakisztáni nagyobb létszám van, mondjuk ott is van már nagyon sok marokkói bevándorló, de ezek a bűnbandák, akik ugye régóta ott vannak, ezek pakisztániak, és tehát hogyha ezt megnézzük, hogy, hogy tudtak róla a szociális munkások, tudott róla a város, csak ugye nem történt semmi, mert hogy talán nem ért el az küszöböt, vagy ki tudja miért, és ugye ezekről ilyen aktáik voltak, de nagyon úgy tűnik, hogy nem történt semmi változás. Ugye Telford, az nem egy nagyváros, körülbelül 170 ezer lakosa van, és körülötte levő többi kisvárosból is eltűntek ányok. Szóval, hogyha így nézzük összehasonlítás, szerintem azért borzasztan sok az az ezer, meg, meg, hát egy is borzasztan sok lenne. Ugye van egy másik a Rotterdam mellette, ott 1500-ról tudnak, de hát az a város az mondjuk 260 ezeres, legalábbis egy érvel, amiről, hogy az lehet, hogy arányaiban ugyanannyi, de hát borzasztóan sok. És az az igazság, hogy, hogy egyáltalán nem foglalkozott vele senki. Pedig nagyon-nagyon sok minden van, ami ezzel összefügg a végén. Tehát akár az, hogy valahol egy, egy családban nő fel valaki, vagy csak annyi, hogy belázad egy kislány, és akkor, hogyha ilyen bűnbandák állnak lesben, akkor nem engedheti meg egyetlen egy szülő sem, hogy elengedi a kezét a gyereknek, mert egyáltalán nem biztos, hogy aztán utána hazajön az a gyerek. Tehát hihetetlenül nehéz dolga van egy szülőnek, amikor kamaszodnak a gyerekek úgy egyébként is. De hogyha tényleg ez van a háttérben, vagy még ott a színfalak mögött ott bújkálnak ilyen veszélyek, akkor, tényleg mindent meg kell, hogy tegyünk, hogy hogy ne idegen egyen el a gyerek, hanem hogy tudjunk róla, hogy ha valami van, meg, meg legyen időnk vele foglalkozni. Mondjuk én tudom, hogy könnyű mondani, amikor az ember jó létben él, hogy foglalkozzon a gyerekével, és nem kell három helyen dolgozni, meg egyébként a hét minden napján találkozik az ember a gyerekkel, nem az van, hogy én akkor megyek, amikor ő jön, és amikor hazajövök, akkor már alszik. Tehát ö, ezek a helyzetek, ezek sajnos ugye a jólét hiányából következnek. És az a legundorítóbb, hogy ahol meg egy ilyen kifejezetten nagy jólét van, az a felvevő piac, és oda viszik ezeket a kislányokat. Rengeteg botrány van, és hát erről is beszéltem már nagyon sokszor, hogy az ilyen jellegű botrányoknál, amikor egy ilyen elosztó hálózat lebukik, akkor általában egy valaki, aki a legalján van, az együttműködik, ad információt, és akkor ennek fejébe ugye a nyomozásban feltárnak egy csomó minden, de valójában nem mennek eléggé messzire, tehát nem mennek be a sűrűjébe, hanem kötnek egy vádalkut, és akkor ezt az egy embert leültetik, vagy mondjuk kettőt a kis halak közül, Leültetik egy időre, most már megvan a lehetősége azt mondani, hogy ő egyébként transznemű, és akkor nem is kell a köztörvényes férfiak között, akik ugye szétnyírják, ott tölteni azt a minimális egy-két évet, amit kap egy ilyen ér valaki, általánosságban a nyugati civilizáció jogrendjében, ami ugyancsak felháborító. És akkor utána kijön a többiek, meg ugyanúgy folytatják addig is, ahogy eddig. Az nagyon ritka, amikor ilyen hálózatok buknak le, és nagyon hosszú ideig kell nyomozni, mire valaki annyira zárt körök ezek, hogy nagyon-nagyon hogy nehéz széles körben lebuktatni őket, és mindig csak az alsó réteg bukik le. És aztán megszűnik a nyomozás. Valószínűleg azért, mert ugye a igazságszolgáltatásnak a felsőbb részeiben is vannak olyanok, akik ebben sajnos részt vesznek, és ilyenről is tudunk, tehát ilyen botrány is volt már a, a közelmúltban. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egész egy ilyen óriási mocsár, és emiatt nagyon fontos, tehát amit mi a magunk szintjén meg tudunk tenni, azt tegyük meg. Akkor is a három helyen kell dolgozni, hogy az a gyerek, akit vállaltunk, aki miatt három helyen dolgozunk, rosszabb esetben, az ne essen ennek áldozatul. Mert azt a fájdalmat, azt nem lehet elmondani, amikor az ember elveszti a gyerekét, és nem is kívánom senkinek, hogy megtudja. Ráadásul ugye nyilván mindenki látta a elrabolva sorozatot, ugye van három ilyen hollywoodi film, ami ugyancsak nem a legmélyét mutatja a dolgoknak, de az is kifejezetten durva. Ott nem pakisztáni a bűnszervezet, hanem albán, de ettől függetlenül szinte teljesen mindegy. Bedrogozzák őket, prostituáltak lesznek, aztán eladják, hogyha például szűzlány, akkor a legnagyobb összeget ígérő undorító perverznek aukciókon. Tehát ez a helyzet, emberek, nem szabad, hogy a homokba dugjuk a fejünket, és a mi ránk bízott emberekért, a családunkért, a gyerekeinkért mi vagyunk a felelősek. Akkor is, hogyha azt tanította nekünk a kommunizmus, hogy adjuk át az államnak, majd az iskola neveli, neked nem kell vele foglalkozni, a tanár jobban tudja, meg úgyis az egész napját ott tölti, és akkor neked nem kell már vele foglalkozni, főleg a kamasz, akkor beül a szobájába, és akkor nem tudod, meg, meg jobb is, a csendben van, mert legalább akkor mi is tudunk a magunk dolgával foglalkozni. Hát ezt nem lehet megtenni, olyan körülöttünk a világ és ezért javaslom, hogy nézzék meg a Sound of Freedom-ot, a szabadság hangját, mert ráébreszti az embert, hogy az az illúzió, amit gondol, hogy mi van körülötte, az nem felel meg a valóságnak, az olyan, mint a patyomkén falu, hogy így fel van húzva körülöttünk, tök jól néz ki, de igazából egyáltalán nem az a valóság. És én pontosan ezért szeretek Magyarországon élni, pontosan ezért jó ez az, az ország, mert elengedhetem a gyerekemet egyedül edzésre, elengedhetem az iskolába, mert biztonságban van, tudom nagyon jól, hogy nyilván itt is meg vannak a helyek, ahol már ezt nem lehet megtenni, meg bölcsebb, hogyha az ember elkíséri, meg minden, de nem kell egy állandó félelemben élni az embernek, hogy, hogy, valami fog vele történni, hanem még lehet normálisan élni, és lehet látni. Jönnek ide a németek, ugye, aki nézi a bajársót, előfordulnak azért ilyenek azon a csatornán is, akik hallgatnak engem, ott rendszeresen beszélnek erről, hogy a németek, például volt a múltkor az a Bakondi interjú a Diveltben, és akkor alá kommentelik a németek, hogy olyan jó lenne magyarul tudni, mert akkor élhetnénk Magyarországon. Tehát ez egy jó hely. Akárhogy is mi úgy érezzük a magunk életéről, hogy nem az a kánoán, de ettől függetlenül összehasonlítva úgy tűnik Angliával is, ez még mindig az egyik legjobb hely, ahol lehetünk. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon-nagyon szép napjuk, vigyázzanak magukra!